last time we lost in the last two matches was amazing, much more important than the points. Ahogy az elmúlt két mérkőzésen elveszítettük a két mérkőzést, azzal küzdelemben mentünk ma is a mérkőzésben, ma megnyertünk. I just wait, I'm really quiet for the moment that all of these type of player start doing what they used to do. Én csak vártam azok a pillanatok, hogy ezek kijöjjönnek azok a különböző játékosok, amit tudnak, megnézták ezt az edzésen, és ma végre kijött ez a mérkőzésen is. With the player who are injured and soon. És ugyan együtt vannak ezek a játékosok, nem csak akik most a pályán voltak, hanem akik sérülnek vissza. Even és ezek a pillanatok tesznek bennünket még erősebbé a jövőt tekintve. Hát egy kicsit izgalmas labb lett a vége, de nyertünk, és szerintem ez a lényeg. Nagyot küzdöttünk, és szerintem jól játszottunk. Valóban meleg volt. Én azt hiszem, egy picit elfogytunk, elsősorban fizikálisan, fejbe is, ugye az ismert okok miatt most a keretünk egy picit hiányos, de nem szeretnék ebből takarózni, hiszen ha megnézzük, azért a Rostov se cserélte túl magát annyira. Picit besokaltunk, volt két-háromszor is a mérkőzés folyamán, hogy esetlegesen többet közé tegyünk és elhúzzunk, ez nem sikerült. Ez egyébként egy kiváló csapat a Rostov, hiszen nagyon jó játékosai vannak, de a végjátékban elsősorban nem a szép kézilabda, hanem a küzdés és az a fajta hozzáállás, ami jellemez bennünket, az dominált, és nagyon jó dolog, hogy ebben jobbak lettünk. Technikai hibákat követtünk el, és ezáltal szerintem úgy feljött az eredmény, a csapat, de én bíztam a lányokban, és bíztunk magunkban, szerintem ez volt a kulcs. Két kapus is váltott egymást, viszont a mezőnyben csak 8-an játszottátok végig a meccset. Mennyit vetesz ki belőletek? Úgy érzed, hogy a végére elfáradtatok? Ezért volt a hajrá ilyen szoros? Ennyien vagyunk, ennyien kell tudnunk megoldani, és szerintem meg is oldottuk, úgyhogy a győzelmet nagyon nem kell magyarázni. Kevesen vagyunk, azt gondolom, de így kell megoldanunk a helyzetet, és nem vagyunk rossz játékosok, hogy ne tudjunk éppen a helyzethez igazodni, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki oda tette magát, és nagyon jól megoldottuk a helyzetet. A másik fél idő elején időt kértetek az 5.-6. percben, ott meg kellett nyugtatni a csapatot, vagy csak taktikai okokból kértetek időt? Nem úgy sikerült a kezdés, ahogy elterveztük a szünetbe, és ezért gondolta az Ambros, hogy bele kell nyúlni, meg kell, nem, semmi extra más dolgot nem kezdtünk el játszani, csak még egyszer pontosítottuk, hogy mit szeretnénk. Itt is elsősorban talán az idegi fáradtság az, ami elhangzik, és egy 5-10 perc múlva pedig már nem emlékszik rá a játékos teljesen pontosan, de nem volt semmi különösebb extra. Görbic szerint azt mondta a héten, hogy tiszta fej kell és csapatjáték. Mennyire valósult ez ma a pályán? Hogy érzed? Szerintem meg volt, amiket megbeszéltünk, azokat meg tudtuk valósítani, és mindenki nagyon akarta ezt a győzelmet. Egyébként én a Fradi ellen is ezt tudom mondani, hogy úgy érzem, hogy csapatként mentünk egymás után, mert valakinek nem ment, akkor próbáltuk a másikat segíteni neki, tehát én azt gondolom, hogy ez azt szerintem csapatmunka volt. Ha már említetted a Fradi elleni meccset, figyeltem, hogy ott is nagyon jól ment a játék, ma is nagyon jól ment a játék. Magadról, a saját játékodról mit tudsz elmondani? Megvan az önbizalom hozzá, megvan a játéked? Igen, hát ugye most a sérülésből, nem sérül, mindegy, hosszú időszak volt az, amikor úgy nem mentél a játék, úgyhogy most építem megint magam, mert érzem, hogy jól fog menni, és ebben bízom egyébként, és nagyon jó érzés, hogy a csapattársam is bíznak bennem, úgyhogy igazából azt gondolom, hogy ez így menni fog. Fontos kérdés, hogy vannak a sérültek, és valaki visszatérhet-e már akár a következő mérkőzésre? Talán a Nicke Grott fog leghamarabb visszatérni, ő a héten már elkezd a labdás edzéseket, de nyilván majd ott fog kiderülni, hogy reagál a lába arra a fajta igazi terhelésre, ami egy kézilabda edzésen van. Utána számításaim szerint a Tomori Zsuzsi vagy a Janek Lédikova fog visszatérni, ez 2 vagy 3 hét legalább, és legvégén az Annemette Hansen, akinek egy komoly sérülése van, őt januárra várjuk vissza teljesen egészségesen. Talán néha fontosabb is, mint maga az edzés, a terhelés, a mentális rész, a pihenés, a regenerációnak a megválasztása, illetve az adagolása, ez nagyon-nagyon fontos. Ezen vagyunk, hiszen azok az emberek, akik egészségesek, azoknak is végesek a tartalékai, és lassan fölél mindenki mindent. Márpedig ugye vissza van még nagyon fontos mérkőzések a BL-ből is, a Magyar Bajnokságból is. Arról nem beszélve, hogy utána kezdődik a világverseny. Ez egy nagyon komoly megterhelés, egy taposómalom. Én nagyon-nagyon remélem, hogy egészségesen fogunk kijönni mindenből.